hónapon belül egy igazi királyi készfogónak lehet mindenki szem, és fűtanulja. Kikiáltó invitált a királyi készfogóra a belvárosba érkezőket szombaton délután. Két év szünetet követően tért vissza Fehérvárra a népszerű Királyok a belvárosban című rendezvénysorozat. Szombaton két óriás bábot, harmadik Béla királyt és Barbarossa Frigyest, valamint egy királyi készfogót is láthattak a járókelők a Városház téren. A Fiori Musicali együttes zenéjével kísért készfogón az országalma mellett idézték fel azt a történelmi eseményt, amikor 1189-ben Barbarossa Frigyes legidősebb fia, 6. Frigyes sváb gróf eljegyezte 3. Béla lányát, Konstanciát. Az eseményen először láthatta a közönség Barbarossa Frigyes német-római császár óriásbábját, amely hamarosan Schwäbisch-Gmündbe költözik városunk ajándékaként német testvérvárosa számára. Német testvérvárosunk július 8-a és 15-e között ünnepli testvérvárosi kapcsolatainak kerek évfordulóit a koronavírus járvány miatt egy év csúszással. Schwäbisch-Gmünd és Székesfehérvár 1991-ben kötötte meg a testvérvárosi szerződést, és az elmúlt 30 évben kulturális, sport, gazdasági, civil és oktatási területen is kiváló együttműködést épített ki. Az évtizedeken átnyúló kapcsolatot 2021-ben Székesfehérváron ünnepelték meg, 2022-ben pedig Schwäbisch-Gmünd látja vendégül városunkat.